A nőgyógyászati műtő és az ideggyógyászati egységek átadója után ma ismét ünnepelt a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. Egy újabb megújult részleggel büszkélkedett az intézmény. A transfúziós központ és klinikai laboratórium felújítása 4 év után tavaly zárult. A végeredmény pedig ma mutatták be a kórház munkaközösségének és a sajtó képviselőinek. Az osztály 2007-ben költözött a jelenlegi helyére, ekkor beruházások sora vette kezdetét. Helyiségeket alakítottak ki a belső körforgás biztosítása érdekében, ajtókat, ablakokat, padlót cseréltek, ám ennél jelentősebb az eszköztár, műszer, parkkorszerűsítése, mely közel 1 millió lejes nagyságrendű. Az erőfeszítések nem voltak hiába valóak, hangzott el a mai átadón, hisz a laboratórium 2013-ban megkapta az akkreditált minősítést, melyet 2015-ben reakkreditáltak. Az akkreditáló bizottság égkőnek nevezte az egységet, mely Lukács Antal főigazgató szerint nem akármilyen megnevezés. A mai nap átadtunk 2 fontos egységet, a kórházi egységet, az egyik a transzfúzió, a vérátömlesztés, amelyik ezidáig a 3. emeleti nőgyógyászati műtősblokkban kapott helyet, egy szobából állt, nem felelt meg a feltételeknek, sikerült a megfelelő helyet és a megfelelő körülményeket biztosítani a transzfúzió számára. A másik része az átadásunknak az a klinikai labor. A klinikai labor, már megdicsértem, az egyik ékszer a kórházunknak, bármikor és bárkinek szívesen bemutatom, mindenki igénybe veszi, a diagnosztikát képviseli nagy mértékben, és büszkék vagyunk rá, hogy nem csak mi dicsérjük magunkat, hanem maga a hatóságok, akik fölülbírálják, és erre, megvan a kiképzésük, és el tudják bírálni, irányítani a valóságot. Úgyhogy örülünk ennek. A kórházi betegeket és az ambulanciát is kiszolgáló központ napi 190-200 páciens mintáit vizsgálja. Ez napi 1300-1500 tesztet jelent. A tendencia ugyanakkor további növekedést jelez, hisz mi 2011-ben 430 vérátömlesztést végeztek el egy fél év alatt, addig a 2015-ös év második fél évében már 595 betegnél végezték el ezt az életmentő beavatkozást. Gyakorlatilag 24-ből 24 órát biztosítva van az, hogy a szükség szerint a betegek vérkészítményekhez jussanak. Ilyen szempontból van, ahogy el is mondtam már, ilyen anyagátvevője, munkapontja, tárolója, van egy bizonyos mennyiségű vér, amit tudunk tárolni, ahhoz, hogy szükség szerint sürgősségi esetben ne kelljen Csíkszeredából hozni el, hanem már itt készen jelen van. A transzfúziós központban és klinikai laboratóriumban 3 szakorvos és 2 rezidens orvos, 1 vegyész és 1 biológus, valamint 13 asszisztens dolgozik.